Ha nincs éppen tél, ha nem esik az eső és nem fúj erősen a szél, szinte garantált, hogy a tolnai teniszklub immáron három pályáján meccsek zajlanak. Csúcson jár a fehér sport a városba. Elérte, sőt meg is haladta a 300-at a rendszeresen teniszezők száma, több tucatnyi klubtag más városból, településről érkezik ide. A hely, a jó társaság és a nagyszerű szabadidősport szintjén meglehetősen színvonalas őszi-tavaszi rendszerű bajnokság zajlik, sok megközelítőleg azonos tudású játékossal. Így lehetne dióhéjban jellemezni a tolnai teniszt. A legnagyobb amatőr tenisztáborra rendelkezünk a megyébe, úgyhogy három osztályba hirdettük meg az idén a bajnokságot, annak folyik a lebonyolítása jelenleg. Nem csak tolnaiak vannak, hanem jönnek a környékből is, sőt még Szekszárdról is járnak hozzánk teniszezni. Megpróbáltuk úgy csinálni, hogy a legjobb játékosok kerültek ugye az első osztályba, az egy 12 fős első osztálya indultunk az idén, és utána 32 játékos jelentkezett még a bajnokságba. Őbelül csináltunk 8 darab 4-es csoportot, és a csoport első kettő helyezette jutott be a másodosztályba, a harmadik, negyedik helyezett pedig a harmadosztályba mérkőzik meg egymással, és akkor az a tervünk, hogy hosszú távon ezek a bajnokságok közt átjárhatóság lesz, tehát aki megnyeri a harmadosztályt, az megy a másodosztályba, a másodosztály győztese megy az első osztályba, az utolsók meg kiesnek az egyen lejjebbi osztályba. Már a páros kategóriában is annyira megnőtt az igény, hogy nem csak ünnepekhez köthető egynapos tornákat rendeznek számukra, hanem az idén újításként az egyeshez hasonlóan szervezett bajnokság zajlik. Jelenleg egy osztályban játszunk, tehát mind a 13 páros egy csoportban van, aztán jövőre meglátjuk, hogy mik lesznek az igények, reméljük, hogy akkor is ugyanilyen nagy létszámba jelentkeznek, és akkor lehet, hogy két osztályt csinálunk, és akkor oda-vissza alapon játszunk. Ezen a délutánon is mindhárom pálya foglalt volt. Az úgynevezett egyes pályán zajló játékosok technikai megoldásai, az ütések erőssége és pontossága alapján könnyűszerrel megállapítható, ez az első osztály bizony. A kék mezben játszó Pálinkás Gábor a top 5-be, hova tovább a dobogóért küzd. A fehér mezes ellenfele, egyébként barátja, célja már más, a bajnokság végén is az első osztályban maradni. Nem ő az esélyes ezen a meccsen, noha az első szedben ezúttal ő nyert. Gábor egyértelműen jobb játékos, jobb kondiba is van, felszedtem egy 3-4 kilót itt a nyáron, meg a télen, de egyértelműen a Gábor az esélyes, ha bejön a támadó játéka, akkor bárkit meg tud verni. Én is támadó játékos vagyok, mind a ketten, nem a három szetteseket szeretjük, támadunk, játszunk a tenisz, boldogan, örömmel. Sajnos most nem az jön ki, hogy én vagyok a jobb egyelőre, de most kezdjük a második szettet, úgyhogy meglátjuk, mi lesz a vége. Az eltérő stílusok kompenzálják az erőlétben, technikában meglévő különbségeket. Senki nem mehet biztosra a másik ellen. Van, aki labdatartó játékos, van, aki támadó játékos. Ez a szépsége, ismét csak mondom. Bármit lehet játszani. Mi mindketten támadó játékosok vagyunk egyértelműen, tehát mi nem az úgymond ér levegő teniszt játszuk, hogy meg kell válni az 5 percet, mire leesik a labda, hanem egyértelmű támadó játékosok vagyunk. Lesz, ami lesz, csatába halljunk meg, ha kell. Valóban jó értelemben megy tehát vérre a tolnai városi teniszbajnokság mindhárom osztályban. A páros az idén debütált, ott jártunkkor is zajlottak meccsek. A labdamenetek alapján alig ha gondolhattuk volna, hogy mindegyik duóban egy-egy hetedik X-szét taposó teniszöreg fiú szerepel. Az egyik, nevezetesen Sallé Ádám, egykori élvonalbeli kézilabda játékvezetőről van szó, a tolnai tenisz fejlődésének emblematikus figurája. Ha kell, pályagondnok, ha kell, pályát épít, ha kell, versenyszervez, ha kell, gyerekeket oktat. És ha mindezek mellett van ideje, mert csinál magának, egyest és párost is játszik. Ez az óriási tenisz élet, ami itt van Tolnán, ez nagyba köszönhető Sali Ádámnak, aki évek óta szívvel, lélekkel csinálja ezt a sportot. Ádám igazi benfentesként tudja, mi az igazi vonzereje a tolnai tenisz életnek. Teljesen megférünk, elsősorban a hármas pályát használjuk oktatásra, az egyes-kettesen mennek a bajnokik, de sokszor előfordul az is, hogy mind a három pályán egyszerre bajnoki meccset játszunk. Muszáj, mert azért 48 ember játszik a bajnokságba, azt hiszem ilyen a megyében sehol nincs. Szekszárdról, Paksról még messzebbről is vannak? Szekszárdról, Bátaszékről, Fadról járnak hozzánk játszani.
Lenne annyi játékos bőven, aki az OB3 szintjének megfelelne, ám egy ilyen csapat működtetése hátrányos lenne bizony az amatőr mozgalom számára, mint meg annyi helyen konfliktust is generálhatna. Volt rá kísérlet valamikor Tolnán, nem fenntartható utánpótlás nélkül szerintem nincs is sok értelme. Annak már lenne, ha épülne egy sátras fűthető fedett pálya, mert novembertől márciusig kénytelenek máshol játszani a Tolnai Teniszklub tagjai. De ennek sajnos nincsenek meg a pénzügyi feltételei. Ez hiányzik. Sajnos fedett pályát nem tudunk, az nagyon nagy költség lenne, meg legalább kettő pálya kéne egymás mellett itt, meg az adottságok miatt két pályát nem nagyon tudunk egymás mellé tenni. Ami még igazán hiányzik, egy olyan infrastruktúra, egy öltöző vagy egy szertár, hogy kicsit a csarnoktól függetlenedjünk, ugyanis itt a csarnok folyosóján vagyunk egyelőre megtűrve. Ezt a helyzetet szeretnénk megváltoztatni, erre pályáztunk, de egyelőre még ez a pályázati forrás várat magára egy kicsit. A még felszabadítható kis területre is van már konkrét elképzelés, ami a komfort érzetet csak tovább fokozná. Szeretnénk az egyes pálya mögötti területen egy fél fedettet, meg egy kis faházat oda tenni, hogy amikor ilyen egynapos versenyeink vannak, akkor ott ki tudjunk ülni, tudjunk egyet kajálni. Ennyi, amit szeretnénk. Ennek már önerőből, pályázati pénzből, esetleg városi támogatásból megvan, akár rövid időn belül is a realitása.